Orbán Viktor miniszterelnök ma délután a kecskeméti Hunyadi Városi Közösségi Házban tartott beszédet. Megnyílt Kecskemét első P+R parkolója Homokbányán, mely jelentősen csökkentheti a belvárosi járműforgalmát és parkolóinak zsúfoltságát. 831 kisiskolás kezdi meg a 2024-2025-ös tanévet Kecskeméten az állami iskolákban. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a hírös híreket látják csütörtökön este 7 órakor. Kecskeméten járt Orbán Viktor miniszterelnök, aki a június 9-i választás tétjéről, a kecskeméti fejlesztésekről, valamint Szemereiné Pataki Klaudia polgármester eddig elért eredményeiről és munkásságáról beszélt a Hunyadi Városi Közösségi Házban csütörtökön kora délután. Az eseményen Orbán Viktor azt mondta, a miniszterelnöknek az a dolga, hogy oda menjen, ahol baj van. Ezért szerencsére nekem Kecskemétre ritkán kell jönnöm. Majd hozzátette, önöknek van az ország egyik legjobb polgármestere. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan jó embereként, jó szívvel, egy jó ügy érdekében összegyűltünk egy nagyon rövid időre, és külön nagyon nagy szeretettel köszöntöm Magyarország, a magyar nemzetünk miniszterelnökét, Orbán Viktort! Szemereiné Pataki Klaudia polgármester köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnököt ma Kecskeméten. Az ország vezetője vidéki kampánykörútja részeként jött a híres városba, a Hunyadi Városi Közösségi Házba, ahol a Fidesz-KDNP kecskeméti önkormányzati képviselőjelöltjeivel és helyi szimpatizánsaival találkozott. A miniszterelnök kiemelten beszélt a befejezett kecskeméti fejlesztésekről, azon belül is megemlítette a körgyűrű építését és a biomassa fűtőművet. 57 milliárd forintból építettünk a városban belül utat, 97 utat építettünk újjá, csináltunk 17 körforgalmat, építettünk 4 új bölcsődét, felújítottunk 3-at, 9 óvodát, 9 általános iskolát. Szóval azt kell mondanom, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy Kecskemét városa jól járt velünk, jól járt ezzel a kormánnyal, jól járt a Fidesz-szel és jól járt a városvezetéssel is. Ráadásul nem sokára megépül, talán átadjuk a következő hónap elején az új Dunahidat, Paks és Kalocsa között. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a mai kecskeméti látogatásán Szemereiné Pataki Klaudia polgármester felvázolta, hogy 14 milliárd forintnyi fejlesztés vár Kecskemétre, melyben kéri a kormány további támogatását. A Zeneművészeti Egyetem Kodály intézetét fejlesztenünk kell, Rudolf laktanyát be kell fejeznünk, Katona József gimnázium és Vízmű utca közötti útszakasz 4 nyomsávosítása, Kada elektechnikum befejezése, úthálózat fejlesztése, elektromos távvezeték, belvárosi forgalom csökkentése. Ezeket szeretné a Klaudia, és ezek szerepelnek az ő programjában. Orbán Viktor az idei választásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, ne kövessük el azt a hibát, amit elkövettünk 2002-ben, és kis hián elkövettünk 2019-ben is, hogy a híveink közül sokan otthon maradtak. Ha otthon maradunk, akkor nem tudjuk megnyerni a választást. A miniszterelnök az európai parlamenti választásról elmondta, hogy a tét a háború és a béke. Most egy olyan választás előtt állunk, amikor Európában nyitva van az életünk szempontjából legfontosabb kérdés. Hogy az európai politika a háború vagy a béke irányába mozdul el. És az európai vezetők túlnyomó többsége a háború oldalán áll. Az európai népek éppen ébredezőben vannak. Ha jól látom, mi történik Európában, akkor napról napra nő azoknak a száma, akik fölébredtek és rájöttek arra, hogy itt nagy baj lehet. Orbán Viktor leszögezte, hogy Magyarországon az ellenfelek azoknak a zsoldjában állnak, azoktól kapják a pénzt, akik egyébként a háborút is támogatják. Mint fogalmazott, véget kell vetni az erőszaknak, el kell mennünk és a békére kell szavaznunk június 9-én. Megnyílt Kecskemét első P+R parkolója Homokbányán, mely jelentősen csökkentheti a város belvárosának járműforgalmát és parkolóinak zsúfoltságát. A Helvécia, Ballósző, Kadafalva és Homokbánya felől érkező lakosok a parkolóban ingyen otthagyhatják járműveiket, onnan pedig buszokkal mehetnek tovább, szintén ingyenesen. A kezdeményezés csökkenti majd a városközpont légszennyezettségét is. Sipos László önkormányzati képviselő vette le a zárszalagot a homokbányai P+R parkoló bejáratáról.
Ezzel pedig hivatalosan megnyílt mindenki előtt a terület, ahol ingyenesen otthagyhatja autóját, és mehet tovább szintén díjmentesen busszal. Nagyon sok autó jár Kecskemét, főleg a legforgalmasabb útján, az 52-es bekötő úton, és ezáltal itt legalább lesz arra lehetősége nagyon sokaknak, hogy ingyenesen tudjon utazni, le tudja ide pakolni, 100-120 parkoló áll rendelkezésre, le tudja az autóját rakni, közvetlen itt van a busz megálló, fel tud szállni, tud váltani jegyet. Aki igénybe veszi a parkolót, az autója rendszámának begépelését követően ingyen kap egy napi jegyet az automatából, melyel egy fő ingyen tud utazni azon a napon az összes helyi járatú buszon. Így tett Milócki Lilla, aki Bugacról jár be Kecskemétre, iskolába. Úgy gondolom, hogy éppen elég bejönni faluról, úgymond ide Kecskemétre, a nagyvárosba, és hát ugye a városban már ugye nem kell a benzint pazarolni, ugye el lehet menni innen busszal, tehát sokkal jobban megéri szerintem. Kecskemét első P+R parkolója jelentősen csökkentheti a belváros járműforgalmát és parkolóinak zsúfoltságát, így pedig szintén csökkenhet a városközpont légszennyezettsége is. 831 kisiskolás kezdi meg a 2024-25-ös tanévet Kecskeméten, az állami iskolákban. A demográfiai adatok szerint kevesebb a gyermeklétszám idén, ennek köszönhetően is 6,5%-kal csökkent az első évfolyamot megkezdő gyermekek létszáma, tudtuk meg a Kecskeméti Tankerületi Központtól. Az egyházi és alternatív iskolák viszont túljelentkezésről számoltak be. Töretlen népszerűséget élveznek idén is a két tannyelvű oktatások, a természettudományi tantárgyak és a sport kiemelt szintű oktatása az általános iskolát választó szülők körében. 831 gyerkőc iratkozott be a kecskeméti általános iskolákba, és ahogy a tavalyi évhez viszonyítva, ez egy picit kevesebb a létszám jelen pillanatban, ez talán köszönhető a demográfia adatoknak is. Viszont annyit elmondhatok, hogy a népszerű iskolák, akik eddig is népszerűek voltak, azok továbbra is közkedveltek, mind a diákok, mint pedig az elsős beiratkozók között. A gyermeklétszám csökkenése ellenére az egyházi iskolák többszörös túljelentkezésről számoltak be. 3 első osztályt tudunk indítani ebben a tanévben, és ez már évek óta hagyomány nálunk. Körülbelül 2-szeres túljelentkezéssel voltak irántunk a szülők, és ezúttal is szeretném tisztelettel megköszönni minden érdeklődő családnak, hogy választottak bennünket, akár elköteleződtünk egymás mellett, akár nem, már a ránk gondolás is megtisztelő. A református általános iskola népszerűsége is töretlen, többek között vonzóak az iskola elért eredményei, a belvárosi elhelyezkedés és a tanúszodája is. Hasonlóképpen a tavalyihoz jelentkeztek egyébként több mint 110, és 4 osztályt tudtunk fölvenni. Hát voltak, akiket vissza kellett utasítanunk, de nem olyan sokan szerencsére. Így aztán körülbelül most 97-98-an vagyunk. A kecskeméti általános iskolák beiratkozási körképéről a Híradónkat követő kiemelő magazinunkban tudhatnak meg többet, melynek második részében a Mercedesben Súléba látogatunk el, illetve a Csillagbörcső Waldorf általános iskolába. Kiemelős iskolai körképünk mindkét részét a híros.hu hírportálunkon találhatják meg a későbbiekben. Kecskeméten is bemutatták ma délután dr. Orbán Balázs Huszárvágás a Konnektivitás Magyar Stratégiája című könyvét. A miniszterelnök politikai igazgatója nagy érdeklődés mellett mutatta be kötetét a Matthias Corvinus Kollégium Kecskeméti Képzési Központjában. Kecskeméten is bemutatták ma dr. Orbán Balázs új könyvét. A Huszárvágás a Konnektivitás Magyar Stratégiája című kötetről Kálnoki Borisz, a Matthias Corvinus Kollégium médiaiskolájának vezetője beszélgetett a szerzővel, a miniszterelnök politikai igazgatójával, aki egyszer mind az MCC kuratóriumának elnöke is. Orbán Balázs kifejtette, a világban megszűnt az egypólusú Amerika vezette világrend, és egy új blokkosodás lett a jellemző, melyben Amerika legfőbb új kihívója Kína. Magyarországnak ebben a helyzetben arra kell törekednie, hogy a hagyományos nyugati kapcsolatok mellett a feltörekvő hatalmi gazdasági centrumokkal is jó kapcsolatot építsen ki, ezzel a magyar gazdaság is diverzifikáltabbá, válságállóbbá válhat, érvelt.
A nagy érdeklődés mellett megtartott könyvbemutatón részt vett Szemereiné Pataki Klaudia polgármester, Engert Jakabné, dr. Homoki Tamás és Gály József alpolgármesterek, valamint dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő is. A Matthias Corvinus Kollégium Kecskeméti Képzési Központjában tartott beszélgetés után Orbán Balázs dedikálta is új könyvét. Óvatos közlekedést kér a kivitelező a 441-es számú főút katonatelepi szakaszán, ahol a jelzőlámpák egyelőre csak tesztelés céljából időszakosan működnek. Várhatóan 2024. június végén a jelzőlámpák próba üzemelése is megtörténik, ami egy-két napot vesz majd igénybe. Mint arra már beszámoltunk, vármegyéken átívelő útfejlesztést valósít meg a Kolaszusz ZRT. Felújítják és közel 3 kilométeren 4 sávossal bővítik a 441-es főút Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszát, írja a magyarépítők.hu. A katonatelepi szakaszon most óvatos közlekedést kér a kivitelező, ugyanis a jelzőlámpák csak tesztelés céljából időszakosan működnek. A kivitelező arról tájékoztatta a Kecskeméti önkormányzatot, hogy a 441-es számú főút katonatelepi szakaszán jelenleg a jelzőlámpák kábelezése bekötése zajlik, ezért időszakosan előfordulhat, hogy a tesztelés ideje alatt a jelzőlámpák tesztüzemmódban működni fognak. A tesztelés után azonban a lámpák ki lesznek kapcsolva. Várhatóan 2024. június végén a jelzőlámpák próbaüzemelése is megtörténik, ami egy-kettő napot vesz majd igénybe napközben. Ekkor kerül sor a lámpák finom hangolására. Jelenleg ezen a szakaszon egyedül a Matthias János általános iskola csomópontjában üzemel a jelzőlámpa a kezelők által jóváhagyott tervek alapján. A kivitelező kéri az arra közlekedők fokozott figyelmét és a kialakított forgalmi rend betartását. Kiváltságos helyzetben érezhették magukat mindazok, akik szerda este Takuma Onodera zongora estjére jegyet váltottak. Amíg csak a 20. életévében járó japán tehetség korábban már meghódította a hazája zeneszeretőit, de sikert aratott többek között New Yorkban, a Carnegie Hallban is. Száporótól Kecskemétig címmel hirdették meg azt a hangversenyt, amelyen egy elképesztően tehetséges fiatal japán zongorista Takuma Onodera játékában gyönyörködhettek a kecskeméti zeneszeretők. A szerda esti hangverseny első perceiben professzor dr. Szahó Pekári István köszöntötte a megjelenteket. Ünnepi beszédében Kecskemét alpolgármestere a kultúra ápolásának, a zene szeretetének fontosságát hangsúlyozta. Örömét fejezte ki, hogy a híres város szerteágazó nemzetközi kapcsolatai folyamatosan bővülnek. Önkormányzatunk, a Szaporói Kitara Hangversenyterem és a Kodály Intézet széleskörű együttműködésének eredményeként jött létre a mai rendezvény. Kodály városa nem csak páratlan gazdasági eredményeiről lehet világhírű, de a zenekultúra területén is egyedülálló sikerekkel könyvhet el. Az alpolgármester köszöntőjében ígéretet tett arra, hogy a közeljövőben több nemzetközi hírű zeneművész koncertje kerül Kecskemétre. Takuma Onodera zenei tanulmányait 5 évesen kezdte, és 10 éves korára számos elismerést nyert, köztük 7 első díjat japán versenyeken. Hazája és a világ más országaiban rendezett rangos megmérettetéseken később is sikerrel szerepelt, legutóbb New Yorkban a Manhattan Nemzetközi Zenei Verseny aranyérmese, illetve az angliai Windsori Nemzetközi Zongora Verseny első díjasa lett. Kecskeméti koncertjére változatos műsort állított össze a zongora művész. Az első részben Domenico Scarlatti Haydn és Chopin műveit játszotta, majd Kodály Zoltán Válszette című darabját, és Koyama Kiyoshige 1966-ban komponált Kagome variációit szólaltatta meg. Az est befejező részében Bartók Béla és Liszt Ferenc egy-egy műve csendült fel, zárásként pedig Liszt átiratában Richard Wagner Tannhauser opera itányát hallgathatták meg az érdeklődők. A lelkes közönség kitartó ünneplésben részesítette a japán fiatalt, aki háláját 3 ráadásszámmal fejezte ki. Május 15-én a születésnapján rendeztek emlékkoncertet a tavaly decemberben tragikusan fiatalon elhunyt Berényi Bea fuvola művész, a Kodály Iskola Zeneművészeti Szakgimnáziumának művésztanára tiszteletére. A rendezvényt ezentúl minden május 15-én megtartják. Berényi Bea fuvola művész a Kodály Iskola zeneművészeti tagozatának művésztanára volt 1983-tól fogva tavaly decemberben bekövetkezett korai haláláig.
Berényi Bea keresett és rendkívül sikeres tanára volt hangszerének, és előadó művészként is a legjobbak közé tartozott férjével, Dracsai Ákossal együtt. 64. születésnapjára Dracsai Ákos hagyományteremtő jelleggel koncertet szervezett, amit ezentúl minden év május 15-én tervez megrendezni az elhunyt munkahelye, a Kodály iskola. Az iskola Nemesszegi Márta termében megtartott koncerten felléptek a szakgimnázium fuvola szakos növendékei 11-en, 3 az iskolában tanító fuvola tanár, Puliusz Emese és Polyák Zsóka, akik a tanítványai voltak Berényi Beának, és Szabó Zsuzsa, aki Kaposvárról költözött Kecskemétre a házaspár hívására. Somogyi Zoltán fagott művész a család barátjaként vett részt Glück, Boldog Lelkek tánca című művének előadásában, szólót Dracsai Ákos játszott. Eljött az emlékkoncertre két egykori kolléga, Rónaszéki Tamás hegedű művész és Haritai Imre zongora művész is Budapestről, akik mindketten a zeneművészeti gimnázium tanárai és a házaspár közeli barátai voltak és maradtak. Vendégként érkezett a koncertre Ludmányi Emil Brácsa művész is, aki több alkalommal kamarázott közösen a házaspárral. A legmesszebbről, Bécsből Szabó Laura Gordonka művész érkezett, aki kamarazenélést tanult Berényi Beától. A műsorban Glück mellett Johann Sebastian Bach, Doknányi Ernő, Wolf Péter és Wolfgang Amadeus Mozart művei szerepeltek. Az emlékkoncert azzal a nemes céllal szerveződött, hogy a Kecskeméti Kodály iskoláért alapítvánnyal karöltve ösztöndíjat hozzon létre. A Berényi Bea ösztöndíjat minden évben a szakgimnázium egyik kiemelkedő fuvolista növendéke nyerheti el, amelynek átadása a május 15-i emlékkoncerteken ünnepélyes keretek között történik minden évben. A pénzdíj mellé a nyertesek Lakatos Pál Munkácsi díjas szobrászművész bronz emlékplakettjét kapják. Az Én Városházám, a Tiéd, a Miénk címmel hamarosan újra elindul Kecskeméten a Nyitott Városháza programsorozat az önkormányzat szervezésében. A hatnaposra tervezett esemény sorozat ezúttal is minden korosztályt igyekszik majd megszólítani május 27-e és június 1-e között. Minden nap lesz Fedez fel címmel családi nyomozójáték a Tündérpalotában, de a programok sorában szerepel a kőszívű koncert is a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház produkciójában. A Neumann János Egyetem is több előadással készül a Nyitott Városháza rendezvény sorozatra. A sztárok sorában fellép majd többek között Miklós Erika, az esemény sorozatot pedig Ákos koncert zárja. A részletes program a híres.hu oldalon olvasható. Jövőre is az A csoportban folytathatja a Duna-Asztval DTKH Kecskemét, miután tegnap 81-68 arányban legyőzte a Kaposvárt. Nagy volt a nyomás mindkét csapaton, hiszen az A csoportos tagság megőrzése volt a tét. A Kecskemét volt higgadtabb és fontosabb, így megérdemelten nyert a Kaposvár ellen. Wittmann Krisztián csapatkapitány a mérkőzést követően azt mondta, látszott a mostani mérkőzésen is, hogy micsoda összefogás van Kecskeméten a kosárlabda mellett. Szurkolók, támogatók, a városvezetés, a klubvezetés, mindenki kitett magáért. Ivkovics Tojan szakmai igazgató pedig úgy fogalmazott, ez a 4 hónap edzői karrierem legnehezebb 4 hónapja volt. Ma este rajtol el a főtéren a Kecskemét Rocks Fesztivál egy bemelegítő Depeche Mode tribute koncerttel, ami hamarosan kezdetét veszi. Holnap is rockzenétől lesz hangos Kecskemét, péntek délután rockkamion járja be az utcákat, este pedig már a szabadidőközpontban folytatódik a rockbuli, ahol fellép a Tankcsapda, a Fish és a Depresszió, szombat este pedig jön a várva várt City Rocks Flashmob. A részletek és a pontos menetrend a híres.hu hírpoltárunkon olvasható. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Orbán Viktor miniszterelnök ma délután a Kecskeméti Hunyadi Városi Közösségi Házban tartott beszédet, ahol a június 9-i választás tétjéről, Szemerei Népataki Klaudia polgármester eredményeiről és a kecskeméti fejlesztésekről beszélt. Megnyílt Kecskemét első P+R parkolója Homokbányán, mely jelentősen csökkentheti a belváros járműforgalmát, légszennyezettség terhelését és parkolóinak zsúfoltságát.
A P plusz R parkolót ingyenesen lehet igénybe venni. 831 kisiskolás kezdi meg a 2024-2025-ös tanévet Kecskeméten az állami iskolákban. Az egyházi és alternatív iskolák túljelentkezésről számoltak be. Kecskeméten is bemutatták ma délután dr. Orbán Balázs Huszárvágás a konnektivitás magyar stratégiája című könyvét. A miniszterelnök politikai igazgatója nagy érdeklődés mellett mutatta be kötetét a Matthias Corvinus Kollégium Kecskeméti Képzési Központjában. Önök a hírös híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Következik a kiemelő. Mai magazinunkban a legnépszerűbb kecskeméti általános iskolák bemutatását folytatjuk. Megtudhatják, miért kedvelik a szülők a Mercedes-Benz általános iskolát és gimnáziumot, valamint a Csillagbölcső Waldorf általános iskolát. Megnyílt a homokbányai P plusz R parkoló. Ennek kapcsán beszélgetünk stúdió vendégeinkkel, Hári Ernővel, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Ügyvezetőjével, valamint dr. Németh Zsolttal, a Kecskeméti Városrendészet vezetőjével. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híros.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb, holnap este 7 órakor a szokott időben várjuk Önöket. Ha tehetik, nézzék akkor is a híres híreket. Munkatársaim nevében köszönöm mai figyelmüket, hamarosan tehát jön a kiemelő, viszontlátásra! Pénteken sokfelé valószínű zápor, zivatar, többfelé jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás, emellett heves zivatar is kialakulhat. Gyakran megélénkül, olykor megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet hajnalban 12 fok körül alakul, a délutáni órákban többnyire 24-25 fok várható. Szombaton gomoly felhős, napos idő várható, és főleg az ország keleti felén elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati szél sokfelé megélénkül. Hajnalban 11, a délutáni órákban 19-24 fok közötti hőmérséklet várható. Vasárnap a gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Szorványosan alakulhat ki zápor, zivatar. A nyugati, észak-nyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 14 fokról 21 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet.